Volt már nálam picike hangszóró, azért kicsit azért nagyobb hangszóró, egészen nagy hangszóró, de ez eddig a legnagyobb, amit kaptam. A kérdésünk az, hogy szól akkorát, mint amekkora? És most pedig ezt fogjuk megvizsgálni közvetlenül azután, hogy így kivilágosodik a levegő. Ez itt a doboz, mivel már ez is nagy, illetve kibontása is egy igen emberes feladat volt, de végül én nyertem és a karton elesett a csatában. Benne meglátjuk a Blitz-Wolfos színkombinációt az eddigi legnagyobb dobozon, de ez nem állított meg minket. A dobozban lévő dobozban először egy kiegészítős dobozt találunk, benne néhány kábellel, ezek egy régi RCA-ból jacket csináló kábel, egy optikai kábel és egy tápkábel. Ezután érkezik maga a hangszóró a ráfelcelluxozott leírással, illetve távirányítóval, amiben egyébként gyárilag van elem, szóval emberek, mi a helyzet ezzel? A hangszóró maga 88 cm széles. Ami nagy. 8,6 cm hosszú, ami annyira azért nem nagy, és 4,3 cm vastag, ami meg egészen vékonka. De nem félreérteni, ez a hangszóró kategóriáját tekintve egy hangprojektor, és ebben a kategóriában bizony, hát eléggé komolyan felhozatal. Egy dologban azonban ez eltér a legtöbb ilyen hangprojektortól, nincsen hozzá mailáda. Ez már magában egy érdekes dolog, mivel ezeknek a rendszereknek általában kizárólag magas és középhang kiadása a feladat, és ugye a mélyekért ott a láda, az azért felelős. Nos, hát itt nem így van. Minden hang, amire ez képes, ebből a 88 centis téglából árad. Nincs másik hangszóró, nincsen mailáda, nincsen csalás, nincs ámítás, ennyink van. És most leszeretném szögezni, igen, ez nem egy vezeték nélküli kütyű. Ez már a dugós kategóriában van. Ráadásul a rohadékok amerikai kábellel küldték, szóval 50 centembe került egy átalakított vásárolni hozzá. Nem tudom, hogy az anyagi helyzetemet hogyan akarják még jobban megrontani. De tegyünk ezen túl magunkat, és szerintem elérkezett az idő, hogy megnézzük, hogy hogyan is szól. Na. Mehet. Hangerő valami fantasztikus volt, és nagyon meg voltam lepődve, hogy mindenféle külső segítség nélkül is ilyen igencsak gömbölyded mélyek ugráltak ki abból a bárból, még közel max hangerőn is. A másik nem torzít. Hiába tolom fel max hangerőre, ez úgy viselte, mint egy igazi bajnok. A hangzás egyébként eléggé kiegyensúlyozott, ergo nem mondanám, hogy bármelyik hangszín több szeretetet kapott volna a másiknál, és természetesen ez a balansz tartva van minden hangerő mellett. Fontos megjegyzésünk, kemény felület nélkül nem jön ki annyira a basszus, tehát ha lehet, akkor ne szőnyegen használjátok. Most pedig következzen a szakmai rész. A hangszóró összteljesítménye 60 watt, ami 6 hangszóróból adódik össze, illetve van 2 diafragmánk, ami a passzív membránt jelenti, csak ilyen érdekesen van meg. Az összsúlya az egész hangszórónak alig 2 kg, ami azért furcsa, mert
hangosabb, mint egy 2 kilós hangszóró. Na minden csatlakozási módokból sem szűkölködünk. Van itt Bluetooth 4.2, coax kábel, optikai bemenet, 3,5-es jack, USB, sőt még HDMI is. Ezek közül, ha jól tudom, az optikai, a HDMI és a coax kapcsolattal képes automatikusan bekapcsolni a csatlakoztatott eszközzel együtt. Tehát például, hogyha rádögjük a tévére, akkor a tévével együtt bekapcsol magától, ami szerintem baromi jó. Ettől függetlenül kikapcsolás után emlékszik a beállított hangerőre és hangsémára, ami ismétlenül csak egy pozitív dolog. Gombok terén az elején kapunk 4 darabot, ez a bekapcsolás, forrásválasztás, illetve a 2 hangvezérlő gombocskánk. Minden más funkcionalitást a távirányítóval tudunk kiaknázni, ami kényelmes, a gombok jók, az anyaghasználat megfelelő, és nyilvánvalóan ezt az utolsót ezt elmondhatjuk magáról a projektorról is, mivel alumínium ötvözetből és műanyagból épül fel, és szerintem nagyon kis prémiumnak hat. Most viszont fel kell tennünk a nagy kérdést. Jó-e a hangja? Nos, igen, nem is akármennyire. Be tudsz engedni egy szobát? Bőven. Nekem ezt a 35-40 négyzetméteres szobát ezt úgy beszólta, hogy majdnem megkönnyeztem. De olyan megéri annyiért, amennyire adják? Na látjátok, ez kérdéses. Szerintem, ha valaki nem akar bíbelődni, nincsen sok helye, és egy nagyon-nagyon jó hangzást akar, akkor ez alkalmas kielégíteni az illetőt, és szerintem egy nagyon jó választás lehet neki, de tudni kell azt, hogy ha ráköltünk még egy 10-20-30 ezer forintot erre a zára, amennyibe ez kerül, akkor már egy mélyládás teritoriumba jutunk, ami azért egy felsőbb szint, azt meg kell vallani. Viszont az a rendszer az sosem lesz annyira hordozható, mint ez a haver. Tehát, mivel nekem nagyon tetszett a cuccos, a kérdés már csak az, hogy ti mit gondoltok. A véleményeket kérem a kommentek közé, a link természetesen ott van a leírásban, én pedig megköszönöm a figyelmet, itt jön minden szokásos, legyetek jók, és sziasztok! You have a new message. Phone. Metro. No.